Az idei évből eltelt pár hónap statisztikái a legtöbb esetben javuló tendenciát mutatnak a balesetek számát illetően. Az egész megyére elmondható a sérülési balesetek tekintetében, hogy ezeknek a mutatói is csökkentek. Az ittasan okozott balesetek száma fele a tavalyi adatokhoz képest. Ehhez talán az is hozzájárult, hogy az elmúlt időszakban fokozott ellenőrzéseket tartanak, amely részeként folyamatosan szondáztatnak is. Én azt gondolom, ha valaki megfelelően használja a járműbe kialakított tükröket, ha megfelelően körülnéz és megfelelő óvatossággal az idási körülnek megfelelően vezet, akkor el tudja kerülni azokat a baleseteket, amik jellemzően a figyelmetlenségből adódnak. A másik a fáradtság, ugye, ami ezt befolyásolhatja, tehát az is tény, hogy a tavaszi fáradtság jelen lesz, gondolom, a járművezetőknél is, és ez mindenképp arra ösztönzi szerintem a járművezetőket, hogy gyakrabban álljanak meg, hogyha hosszabb úton mennek, frissítsék fel magukat. A statisztikai adatok között egy azonban rossz irányba változott, ugyanis a halálos balesetek száma növekedett ebben az esztendőben. Hozzá kell tenni azonban azt, hogy ez a szám nulláról változott háromra. A tragédiákból kettő gyalogost, egy pedig kerékpáros közlekedőt érintett. Azt gondolom, ezek a tragédiák nagyban hozzárulnak ahhoz, hogy fokozzuk a tevékenységünket. Valamint hát szeretnénk felhívni a nézők figyelmét is arra, hogy figyeljünk oda egymásra. Mert önmagában az, hogy próbáljuk betartani a szabályokat, és csak a saját tekintetünk, az nem biztos, hogy elég. Sok esetben megfelelő odafigyeléssel, körültekintéssel mások hibáit is el tudjuk kerülni, tehát meg tudjuk akadályozni, hogy baleset legyen. A kellő figyelem a tavaszi időszakban még fontosabb, hiszen ez időtelt jelennek meg az utakon újra a motorosok és a kerékpárosok. Kellő körültekintéssel azonban a balesetek nagy része elkerülhető lenne.